Egy verőfényes augusztusi napon itt állunk a Vásáros Dombói Napelem Parkban, amit frissen avattak föl, de nem most kezdte meg a működését. Keresztes Attilet kérdezem az Astrasan csoport, mint beruházó és mint üzemeltető igazgatóját, hogy mit kell tudni erről a Napelem Parkról? Az erőművet tesztüzembe helyeztük körülbelül két hónappal ezelőtt, mert hogy ez egy nagyon különleges, magas minőségű kísérleti beruházás, hiszen látható, hogy napkövető Technológiát alkalmaztunk. Ez egy új, nagyon sok meglepetést és sok tapasztalást igényel még, hogy vajon mennyire lesz jó. Az első két hónapnak a mutatói fantasztikusak, minden várakozást fölülmúltak. 25%-kal megnőtt a termelés egy hasonló fix naperőműhöz képest, kibírta az erőmű a nagy szélviharokat, nagy esőket, úgyhogy úgy néz ki, hogy ez egy rendkívüli jó irány, és valószínűleg a jövőbeli fejlesztéseinkben hasonló megoldásokon fogunk gondolkozni. Milyen lehetőséget rejt még egy napelempark a kézenfekvő energiatermelésen túl? különösen ez a nagyon magasra épített napkövető technológia lehetővé teszi azt, hogy mezőgazdasági művelésben maradjon a terület. Itt tehát duplán lehet hasznosítani. A kézenfekvő az, hogy állattartás történjen, így Elsősorban a juhok, hiszen azok nem bántják a napelemeket. De mivel itt elég magasan vannak a napelemek, itt lehetséges valamilyen mezőgazdasági haszonnövénynek a telepítése is. Kísérleti jelleggel ezen a területen most néhány szibériai gínzenget ültettünk, ennek az az elsődleges oka, hogy ez egy igénytelen növény, illetve ez a terület korábban egy ipartelep volt, semmilyen termő réteggel nem rendelkezett, tehát igazából nem nagyon nőne meg semmi sem. Más területeken nyilván azért egyszerűbb és hétköznapi növényekkel is meg lehet majd próbálni. egy, egy év, másfél év múlva már be tudunk számolni a tapasztalatainkról, és meg is fogjuk osztani, a magyar naperőmű befektetőkkel, hiszen ennek nagyon nagy jelentősége lehet, több ezer hektárt lehet mezőgazdasági művelésbe vonni, párhuzamosan azzal, hogy naperőműként üzemelnek. Ezek a naperőművek általában barna mezős beruházások, hogyha jól tudom. Ezen kívül, hogy hasznosítanak egy ilyen művelésen kívüli területet, milyen hatással van még a területe, hogy előfordulhat-e valami fajta rekultiváció, rehabilitáció? A barna projekteknél igen, tehát itt 25 évig pihen a talaj, gyakorlatilag visszanyerheti az eredeti termők képességét. Azokban a projektekben, ahol meg szántóföldi művelés volt, ezért ott is előírás, és egy nagyon helyes előírás, hogy azért csak a rossz minőségű szántóföldekre lehet naperőművet építeni, tehát ott is egy jelentős talajjavulás várható ez alatt az időszak alatt. A mi tapasztalatunk például, amikor rekultivált szeméttelepre építettünk naperőművet, hogy egy olyan egy év után a vegetáció kezdett helyreállni, és mivel ott birkákkal nyírjuk a füvet, úgy tűnik, hogy ennek a hatására egy egészen jó minőségű ökológia alakú ki, egy nagyon gazdag rovarvilággal és növényvilággal. Hát ez még csak egy éves tapasztalat, majd meglátjuk hosszú távon, hogy mi lesz. Milyen egyéb innovációkat tervez még az asztaszán csoport, hiszen most itt láttunk egy ilyen napkövető beszéltünk a juhokról, a ginzeng hogy műszakilag, technikailag lesz -e még innovációja az asztaszának a naperőművek területén. Azt hiszem, most már elárulhatom, hogy egy nagyon nagy dobással fogunk rövidesen a piacra lépni. Úgy mértük föl, hogy a napelem parkra alkalmas területeknek a száma rohamosan csökken, ezért a használaton kívüli és nem gazdaságos bányatavakban, illetve állóvízekben úszó telepítését tervezzük. Úgy látjuk, hogy a trend a világban e felé mutat, habár még csak az elején vagyunk, de talán éppen ezért érdemes most ebbe a trendben részt venni, hiszen akkor egy olyan exportképes technológiát tudunk kifejleszteni, amivel valóban a világon bárhol hely tudunk állni, és talán lesz egy újabb exportképes üzletág a Magyarországnak.